Sziasztok, kedves Mercedes rajongók! Termékbemutató videóval jelentkezem, mégpedig az itt látható előttem Mercedes cipőt szeretném bemutatni, el szeretném mondani az előnyeit meg a hátrányait. Amint látjátok, ez egy 2020-as gyártású cipő, amit a Puma gyárt. Amit fontos tudni erről a cipőről, amit itt látjátok, ez egy ilyen puha anyag, ami azt jelenti, hogy a belső talpa ilyen szoft anyaggal van ellátva, tehát a talpa, amikor az ember benne megy, akkor egy kényelmes viseletet biztosít, hiszen nagyon-nagyon puha itt belül ez a talp része, itt hátul, itt a saroknál. Amit fontos tudni még erről a cipőről, hogy ennek a legújabb X-Ray gyártású cipő, aminek a talpa nagyon-nagyon vastag, hiszen ez most a 2020-as nagy divatja. Amint látjátok, itt van a motorsportnak, a Merci motorsportnak a logója. Amit említettem, ez a talp része, belül milyen anyagból látták el, meg milyen is valójában, ha az ember így megnyomja, lehet látni, hogy milyen puha anyag. Amit még fontos tudni, hogy itt elől olyan anyaggal látták el, amit könnyen lehet takarítani, szellőző anyaggal van ellátva, ilyen a belső oldala, ilyen a hátsó része, természetesen Mercedes fém logóval van ellátva, ilyen a talpa. Amit még fontos tudni, és el szeretnék mondani, amikor méretet választasz majd a webáruházba, nézd meg kérlek a mérettáblázatot, a termékkép mellett van a mérettáblázat, hogy hány centi a cipőnek a belső hossza. Azt úgy tudod megnézni, hogy nálunk minden cipőnél, itt bent a címkénél lehet látni, hogy hány centi is a belső cipőnek a hossza, belső mérete. Ez alapján, ha megnézed a régi sportcipődet otthon, ugyanígy megnézed, hogy hány centi is a belső hosszméret, ugyanezt a méretet ki tudod nálunk választani a webáruházba, már is megkaptad a megfelelő méretet, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről a cipőről, ezek lettek volna azok a fontos információk. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, szép napot kívánok, sziasztok!